Valahol a mese úgy kezdődött, őseink ezen a területen telepedtek meg, mivel az utasító egy olyan környezetet biztosított az itt élő embereknek, ami úgymond egyedülálló volt. A ludasító az egy természetvédelmi terület, és elsősorban az élővilágáról, a madárvilágáról híres. A környékbeli falvak, Királyhalom, Nossza, Hajdújárás, Ludas, Palicsot is ide szoktuk sorolni, úgy működik szerintünk, mint egy kis régió. Foglalkozunk jószágtenyésztéssel, szőlészettel, borászattal, termelünk a meccseresznyétől kezdve a téli almáig, mindent. Mi nem csak pusztán a kultúra, a hagyomány megőrzését tűztük ki célul, hanem az emberi kapcsolatoknak az őrzését is. Gyerekeink ezt megtanulják, lássák, hogy apáik, nagyapáik, dédapáik hogyan éltek, mivel dolgoztak, miként dolgoztak. Itt vagyok otthon. Itt minden arcot ismerek, mindenki engem ismer. És azért nagyon jó a sajátjaim között élni. És hát maga ez a környezet, ez a térség, ez olyan tartalommal tölti ki a mindennapjainkat, hogy nem igazán kívánkozunk el ebből a környékből. A Ludaspuszta Térségi Társulás 2006-ban alakult. Az alapötlet onnan származott, hogy volt egy baráti társaságunk, akik különböző falvakból jöttek, de mi folyamatosan összejöttünk, különböző terveket szőttünk. Nálunk jellemzően a helyi közösségek voltak annak idején mérvadók abban, hogy különböző rendezvényeket szervezzenek, illetve hogy ők a községtől kaptak pénzelést, és igencsak meg volt kötve a kezük, és mindenki ebben a korlátokban mozgott, és úgy gondoltuk, hogy nagyon jó ötleteink lennének, és valami megoldást kellene ahhoz találni, hogy ezeket realizáljuk. Innen jött az ötlet, hogy egy civil egyesületet kellene létrehozni, ez lett a Ludaspuszta Térségi Társulás. A Ludaspuszta Térségi Társulás a vidékfejlesztést, tehát ennek a kistérségnek a fejlesztését, ez úgy látja, hogy egy szintézist kell létrehozni a hagyományok között, a meglévő adottságok között. Nyilván ez a kicsit balkáni beütésű, nüansszal rendelkező magyar konyha, ez egészen különleges. Vannak kiváló homoki boraink, borkultúránk van, vannak hagyományos módon készült termékeink, amelyek megállnák minőségben bármelyik piacon a helyüket. Ezeket a dolgokat kell valahogy úgy összeszervezni, hogy tartalmat biztosítsunk az ide látogatóknak, akik több napon át is itt maradnának a környezetünkben, és hát nyilván itt költenék el a pénzüket. Ez a lovasudvar a falusi turizmus keretein belül működik. Lovagoltatással, lovaskocsikáztatással és vendéglátással foglalkozunk. Ez mellett szeretnénk a hagyományápolást is hát valami szinten művelni. Az idén először került megszervezésre Ludason a tojáskiállítás, ami korábbi években Hajdújáráson volt. Most volt a vendégházunkban egy tájház kialakítva, ami ugye a faluban hiányzik, hogy legyen egy tájházunk. Ez az időleges bemutatása, ez rendben van, de szükség lenne rá, hogy ezt gyerekeink ezt megtanulják, lássák, hogy apáik, nagyapáik, dédapáik hogyan éltek, mivel dolgoztak, miként dolgoztak. Jöttek, mentek az emberek, és kérdezték, hogy van itt valahol szállás, ahol alhatnának, mert akkor még nem volt, csak a gulyáscsárda, meg Palicson, meg a rókatanya. És akkor úgy nekem eszembe jutott, hogy miért ne lenne. És a fecskefészek nevet onnan kapta, hogy mikor ide kijöttem, fecskék visszajöttek itt, ezen a zsinóron volt vagy 100 fecske. És úgy éreztem, hogy mi csak a fecskék is visszajárnak. Hát az élet fecskefészek vendégház, hogy ide visszajárnak. A falusi turizmusnak sem tulajdonképpen az a lényege, hogy én gazdagodjak meg, hanem mindannyian jól járjunk ebből. Mert bárki foglalkozik falusi turizmussal, egy család mindent nem tud megcsinálni.
ehhez szükségem van a Julis nénire, akitől tojást vásárolok, a, nem tudom én, a Pista bácsira, akitől megveszem a disznót, amit valami ételformájában a kedves vendégnek felszolgálok. Ehhez, hogy ez fejlődhessen, óriási szemléletváltásra van a környezetünkben szükség. Nem szabad az önös érdekeinket nézni. Azt kell nézni, hogy a közösség haladjon, előre menjen, pártállástól, hitvallástól függetlenül. A közösségi összefogás, a közösségi szerveződés célja az mi? Hát ugye szépen mondva, talán mondhatnánk azt, hogy egy általános, nagyon elfogadható cél számunkra, hogy megerősödjön a nemzeti közösségünk. Nem csak nálunk, mindenhol ez a célja. Tehát a szerbiai civil szférában is ez a cél, a németországi civil szférában is, a magyarországi, az erdélyi magyarok körében is, a többi. Tehát a nemzeti közösség megerősödése. Civil együttműködés miért jó? Azért, mert megtanítja az embereket nyitottá válni. A civilek száma, a civil szervezetek száma mutatja a társadalom erejét. Civil fórumok után azt tapasztaltuk, hogy egymás között is jobban kezdtek kommunikálni a szakcsoportok vezetői és a művelődés egyesületek elnökei, ami hatalmas előrelépést jelentett, és így tudtuk egyáltalán megvalósítani azt, hogy egy közös programot, egy fesztivált terveztünk. Meg kell tanulni az együttműködést. Azért jó ez az együttműködés, mert valami módon összetartó erő. Növeli-e a kis közösségnek az önbizalmát, az öntudatát, a büszkeségét? Jobban értékeli-e az a kis közösség a saját értékeit, kulturális és természeti értékeit is? Igen. Tehát ezért jó ez a civil együttműködés. És elősegíti az integrálódást. Tehát, hogyha egy kis magyar közösségnek nagyobb az önbizalma, nyitottabb, együttműködőbb, akkor egyértelmű, hogy sokkal könnyebben kapcsolódik a környezetéhez, nem csak a régióban, hanem a Kárpát-medencében. A Ludaspuszta társulás, mivel elég tekintélyes szakembergárda köré gyűlt, célul tűzte ki egyébként, hogy segíti tudásával a környékbeli civil szervezeteket, hogy ők is minél sikeresebben tudjanak működni. Nyilván a pályázásról van szó. Ez azt jelenti, hogy fölvettük a kapcsolatot külön-külön mindegyikkel, megérdeklődtük, hogy pontosan mi a tevékenységi körük, pontosan milyen szükségleteik vannak, és ennek tükrében Ludaspuszta szakemberei állandóan követik a pályázati kiírásokat, és tájékoztatjuk őket folyamatosan a lehetőségekről. Segítünk a pályázatok megírásában, esetleg a menedzselésében, ha szükség van rá, illetve még az elszámolásban is, hogyha ilyen igényeik vannak az egyesületeknek. Nagyon fontos, hogy nagy elkötelezettsége legyen a civileknek a helyi érdekek és értékek iránt. Például most a Ludaspuszta mutatja be, hogy milyen módon elkötelezett a helyi érdekek és értékek iránt. Ez látszani fog előbb-utóbb az egész közösség számára. Jó napot kívánok, sziasztok! Nagy örömmel köszöntelek benneteket. Először rendezzük meg itt Hajdújáráson a Hagyományok Fesztiválja című rendezvényt. Reméljük, hogy sikerül belőle majd hagyományt teremteni. Nagyon-nagyon fontos számunkra ez a rendezvény, mert hosszú idő után most jött létre egy olyan összefogása a környékbeli civil szervezetek között, amely eddig nem volt jellemző. A projekt, aminek a keretein belül megvalósul ez a rendezvény, határon átnyúló együttműködésről szól. Ezt a projektet a Mórahalmi Egymásért közhasznú egyesülettel bonyolítjuk le, akik köztudottan igencsak élen járnak a civil szerveződésekben, és nagyon sokat tanultunk már tőlük az eddigiek során is, ami azt jelenti, hogy a Ludaspuszta térségi társulást fölvértezték, segítettek a jó tanácsokkal a szervezésekben. Azt hiszem, hogy ennek tudható az be, hogy először hosszú évek során az összes környékbeli egyesületbe kapcsolódott egy projektbe. Hát jó napot, jó napot! Na jó! Megismernek-e? Ali bár úgy akkor azt is tudják, hogy miért jöttem.
Ez a szép libát szeretném eladni maguknak. Ennyi az ár. Hírjanak minket a 06-30-33-33-33-as számon, és aki az első fél órában telefonál, annak két gyönyörű lábat így mellékelni, kérem szépen. De ez nem minden. Már az első 10 telefonáló nyomban pénzenergiát is kapni fogsz. De hát érdemes tárcsázni. Esetleg csere is szóba jöhet. Látom, maguk is sokan elhozták libáikat, nem tudom, ki szeretne esetleg cserélni. Hát ha nem hattam, mondjak még remek liba, bár az egyik fel liba, a másik fel a mikrohullámú sütő. Júniusi hagyományőrző fesztivál, illetve hagyományok fesztiválja elnevezésű rendezvényt még tavasszal elkezdtük megtervezni. Ugye tudjuk, hogy a művelődési egyesületeknek júniusban elég sok fellépésük van, ezért mindenképp össze kellett hangolni azt, hogy egy napon szabad legyen az összes egyesület, illetve a tagjai. Mindegyik egyesület olyan műsort hozott, amely illeszkedik a többiekéhez, illetve amiben a legjobbak. A hagyományőrzést azt minél korábban kellene elkezdeni a gyerekeknek megtanítani, hogy fölnőttként már az természetes legyen, hogy a gyökereinket őrizzük, tehát az későbbi életükben az mindinkább fontos lesz, hogy tudják, hogy hol vannak a gyökereik. Az a lényege az egésznek, hogy mi nem csak pusztán a kultúra, a hagyomány megőrzését tűztük ki célul, hanem az emberi kapcsolatoknak az őrzését is. Tehát úgy érezzük, hogy azon keresztül, hogy mi a népi kultúrát, a néptáncot, a népzenét, a népi éneket átadjuk a gyerekeknek, azon keresztül átadjuk ezt a hagyományos célját is, a közösség megőrző szerepét. Mert szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy régen is a közösségeket erősítette az, hogy ők a kultúrával, a néptánccal, a népzenével foglalkoztak, és a mostani gyerekeknek is, mivel elég keveset találkoznak ezzel a kultúrával, nem csak a kultúrát magát adjuk át, hanem azt is, hogy ennek van egy közösség megtartó szerepe. Nagyon fontos szerintem, mert tényleg egyre kevesebbet beszélnek egymással az emberek, egyre kevesebbet találkoznak úgy a hétköznapokban, és azért ezeken a gyerekeken látszik az, hogy ők a táncpróbákon kívül is szeretnek együtt lenni, meg találkozni egymással, beszélgetni, jól érezni magukat. És ez egy nagyon fontos dolog. Szegény ember mén hazafelé búslakodik, hogy most mit csinál ő ebbe. Bement a komájáékhoz, azt mondja a koma. Hadd kinn ezt a nagy kalapot meg ezt a botot, ne hozd be. Adtak neki vacsorát, lefeküdtek, azt mondja a koma asszony. Hallom, hé, lopjuk-e ezt a kalapot, meg ezt a botot, mert nem valami titka úgy is van. Úgy is volt, elvették, röggel főkel az ember, nézi, keresi, hunakalap meg a bot, nem találja. Azt mondja, hunakalap meg a bot, de azt nem akarik odaadni. Egyszer azonta a botnak, bot. Csinálj már valamit! Az elverte úgy a komát meg a komasszonyt, hogy ágyba feküdtek. Thank you.
néptánccal foglalkozom már most 32 éve. Először úgy, mint néptáncos kezdtem el foglalkozni ülésen, aztán elkezdtem néptáncot tanítani. Már 5. éve, hogy ott tanítok Mórahalmon. Van 8 csoportunk. Ezek közül, akikkel most ide jöttünk, ezek a 7. osztályosok. Tehát ők már 7., sőt van, aki óvodás korában elkezdte, tehát 8. éve táncolnak. És tehát évről évre látszik az a munka azért, amit az ember elvégez velük, illetve egy darabig munka, utána meg szórakozás. Van egy idősebb korosztály, akik nyugdíjasok, valamennyi többletidővel rendelkeznek. Sajnos a középkorosztály az nyilván el van foglalva általában a munkával, a pénzkeresettel, ők még nagyon aktívan el kell, hogy lássák a családot. Tehát így a legfiatalabb korosztály, az általános iskolások, illetve az óvodások szerepelnek a művelődési egyesületekben, illetve a nyugdíjasok. Következő valamikor őszre, amikor itt a mezőgazdasági munkálatok majd szünetelnek, akkor újra tervezünk néhány fórumot, néhány műhely munkát, workshopot megszervezni, hogy megfelelő terveket tudjunk szülni a következő évre. Nagyon hasznos dolgot tettünk most ezzel az idei tevékenységünkkel, mert egy jövőképet tudtunk alkotni a művelődési egyesületek számára. A Hagyományok Fesztiváljának nem az volt az elsődleges célja, hogy valamilyen hatalmas fesztivált szervezzünk, hanem hogy egymásnak örüljünk. Tehát ez a mi ünnepünk volt ennek a kistérségnek. Thank you.
Thank you.